Három napirendi pontról döntött ma a pénzügyi és gazdasági bizottság a soron kívüli ülésen. A grémium tagjai arról is szavaztak, hogy miként módosítanák a pénteki közgyűlésen a városatyák elé kerülő költségvetési tervezetet. A testület tagjai egy technikai előterjesztésről szavaztak a Kanizsaószodával kapcsolatban, valamint zárt ülésen döntöttek egy közvilágítást érintő témakörben. A legfajsúlyosabb napirendi pontnak a költségvetéssel kapcsolatos javaslatok benyújtása számított. A bizottság több sort is átalakított a tervezetben. A kiadás csökkentési oldalon főként a reklám és propaganda célokra, az önkormányzati reprezentációra és a városmarketingre szánt forrásokat igyekeznek csökkenteni. Horváth Jácint bizottsági elnök kiemelte, a kulturális támogatások összegét jelentősen megnövelték, akárcsak több városi cégét. A költségvetésről legkorábban holnap születhet döntés a közgyűlésen. Balogh László polgármester, amikor előterjesztette a költségvetés jelenlegi formáját, akkor elég szűkösen mért jó néhány cégnek a működését, amiből nem lehet olyan szintű szolgáltatásokat, közszolgáltatásokat végezni, amilyen szintű ennek a városnak szüksége van. Ezt nekünk biztosítani kellett. Értek ez alatt a parkgondozásra vagy a köztisztasági feladatokra, ami még itt se éri el azt a szintet, ami minimálisan kellene ahhoz, hogy egy kulturált európai város színvonalán legyünk, de a jelenleginél, a jelenleg tervezetnél mindenképp magasabb összeggel.